Nagy megtiszteltetés viszont számomra, hogy fő pilléreink közül a mezőgazdaságot, azt én is törtethetem önökkel, és én mondhatom el, hogy milyen fő megoldási javaslataink vannak azzal a kapcsolatban, hogy a magyar mezőgazdaság a magyar gazdaság húzó ágazatává váljon. Mint elnök úr is felvezetett, én Nógrád megyéből érkeztem, Cserhát alá polgármestere vagyok, gazdálkodó, egy 4 gyermekes családapa, és azt hiszem, hogy ezek után, a felsorolások után hozzátehetem, hogy halmozottan hátrányos helyzetű ember vagyok, egy halmozottan hátrányos helyzetű megyéből érkezve. Ha valaki, akkor mi igazán látjuk azt, hogy a vidék népesség megtartó hatásáért milyen intézkedéseket kéne tenni. Hallhattuk azt is, hogy az elmúlt 30 év vagy nem akart, vagy nem tudott, de inkább szerintem nem akart megoldásokat találni erre, és hiába voltak gyakorlatilag látszat fél megoldásaik, ez a problémát magát nem oldotta meg. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem szükséges a vas és acél országává válnunk, mint ahogy ez az elmúlt érákra volt jellemző, de a mostani szerep vagy feladat, ami előttünk áll, vagy amit ránk akarnak tukmálni, az sem igazán testhez álló, hiszen mi nem is arra vagyunk kárhoztatva, hogy egy autóipari összeszerelő üzemmé váljon az egész országunk, hanem nekünk ebbe, még ebbe a megcsonkított Kárpát hazába is mindenünk megvan ahhoz, hogy a saját önellátásunkat, a saját önrendelkezésünket, beleértve ebbe a gazdasági önrendelkezést is, azt megteremtsük és előállítsuk. Sőt, tovább mennék, hogyha nem vinnék ki Magyarországról az első osztályú minőségi alapanyagokat, helyébe pedig nem hoznának ide olyan import minőségietlen élelmiszeripar, ebbe a szóba is ugye sok minden belefér, tehát az élelmiszeripar által előállított szemetet, amit aztán megetetnek velünk, akkor talán a magyar átlag életkor sem ilyen rövid lenne, sőt a magyar emberek egészségi állapota sem ilyen lenne, amilyen. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom feltétlen fontosnak tartja, hogy a magyar mezőgazdaság mellett a magyar vidéknek a helyzetét is újra gondolja, ugyanis, mint ahogy említettem is, az elmúlt 3 évtizedben valahogy mindig mostoha gyereke volt ez a kormányzatoknak. Mi viszont azt szeretnénk, hogy ne csak a mezőgazdaságra fókuszáljunk, hanem gyakorlatilag a rendvédelmen és a turizmuson keresztül az egész vidéket próbáljuk meg kiemelni abból a nagyon sajnálatos és szorult helyzetéből, amiben az elmúlt rendszerek taszították. Éppen ezért mindennek az alapja, hogy a rendet szilárdítsuk meg, és ez nem csak a közbiztonságról szól, ez nem csak a rendvédelemről szól, hanem rendszer szinten kell a rendet meghonosítani, mert láthatjuk, hogy az a rendetlenség, ami itt fellelhető, az lassan hova vezet. Meg kell értetni a felnövekvő generációkkal, egészen kiskortól kell a gyerekekkel foglalkozni, és megértetni velük, hogy mi az az anyaföld, mi az a szülőföld. Meg kell velük szerettetni a szülőföldet, és teljesen máshogy fognak gondolkodni, teljesen más lesz az identitásuknak is a kialakulása, ugyanis jelenleg a nagyon hú de nemzeti kormányunk éppen azt felejtette, ami a legfontosabb lenne, a nemzeti oktatást meghonosítani az iskolákba. Éppen ezért mi világpolgárokat nevelünk, akik nem a magyar vidéken képzelik el a jövőjüket, hanem szárnyat bontva minimum urbanizálódnak és egy nagyvárost fognak keresni élethelyükként, vagy legalábbis Budapestre mennek, de a legjava az már egyenesen Nyugat-Európát vagy külföldöt tűzi ki úti célul, és sajnos vissza sem néznek erre az országra, ez az ország pedig fogy és néptelenedik. Vagyis nem is annyira néptelenedik, hiszen vannak olyan régiói ennek az országnak, ami nagyon dinamikusan szaporodik és gyarapodik, de rossz hírem van, hogy hiába van Magyar Falu program, ha lassan magyar falvak nem lesznek, ugyanis elveszik az életteret előlünk, és benépesítik mások. És hát ebben a mezőgazdasági programban, amit én papírra vetettem, ebben volt egy kulcsmondat, hogy azé a föld, azé az ország, aki teleszüli. Hát igaz ez sajnos ez a mondás a mi országunkra is, hiszen látjuk, hogy jelen pillanatban nem a magyarok jeleskednek ebben, hanem egy teljesen más etnikum, de ebből magyar jövőt nem igazán fogunk tudni építeni. Márpedig a mi mezőgazdasági programunknak a címe az nem más, mint hogy magyar föld, magyar jövő. Mi így képzeljük el a jövőt, és mi úgy képzeljük el a jövőt, egy másik ilyen alcímet mondanék el önöknek, tartsd meg a földet, és a föld megtart téged. Ahogy elnök úr is említette, a legfontosabb problémákat sem volt képes megoldani az eddigi kormányzatok egyike sem, és talán a legfontosabb az az, hogy a magyar földet nem védték eléggé. Márpedig a magyar föld, mi úgy gondoljuk, hogy nem eladó, nem lehet alkutárgya, nem szerezhetik meg idegen szívű és esetleg idegen nyelven beszélő emberek, nem szerezhetik meg külföldi befektetők, mert ez a magyar állam és ezáltal a magyar emberek állandó tulajdonát kell, hogy képezze.
de sajnos erre nem figyeltek eléggé, ezért most már országrésznyi területek vesztek el, ilyen például a Dunántúl, senkinek nem kell bemutatnom, nem a magyar gazdák azok, akik a legnagyobb John Deere-okkal szántják és vetik a vidéket, hanem sajnos az osztrák gazdák, de már északon megjelentek a dánok is, szóval nagyon jól állunk itt ilyen multikultiba, csak épp a magyar gazdák vannak valahol Németországban egy összeszerelő üzemben, vagy ládát mosni egy pékségben, vagy egy húsüzemben, vagy éppen esetleg kiszolgálni az Egyesült Királyságban. Mi nem ezt a jövőt szánjuk. Éppen ezért ahhoz, hogy ezt a programot ne csak bemutatni tudjuk önöknek, hogy erre a programra ne csak utalgatni tudjunk önöknek, ezért ennek a megvalósítása is feltétlenül szükséges, ehhez pedig semmi más nem kell, mint önök, ti. Azt kell hozzá, hogy minél több magyar ember megértse azt, hogy az előző 3 évtizednek a politikai kufárjai, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy szerencse vadászai nem a magyar emberek boldogulására kerestek valamilyen megoldást, hanem a saját zsebük teletömésére. Nem kell említenem, hogy nem történt se elszámoltatás, nem történt semmilyen korrupció ellenes intézkedés, mert hogy hát nem fognak ugye a saját zsebükben turkálni és a saját maguk ellenségévé válni. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ahogy elmondta elnök úr is, radikálisan kell minden egyes ilyen kérdéshez hozzáállni, mert ezek a módszerek nem fognak eredményre vezetni. Ezért a vidékfejlesztés alatt azt értem, és talán az az első lépés, hogy ne engedjük kihalni a magyar vidéket, hogy minden olyan feltételt megteremtsünk, aminek a rend az egyik alapja, ami helyben tartja a magyarokat, sőt arra sarkalja a magyar fiatalokat, hogy helyben próbáljanak meg boldogulni, ne akarjanak onnan elvándorolni, és ne az oligarchák kezébe jussanak mondjuk a magyar földek, mint itt a földosztási program keretén belül láttuk, osztották itt a földet aztán jobbra-balra, csak éppen oda nem jutott, ahova kellett volna a magyar gazdáknak. Ugyanis nagyon elenyésző példától eltekintve, sajnos ez megint kormányközeli emberek holdudvarához lett csatolva ez a földállomány, amit úgy gondolunk, hogy már csak azért is hibás, mert egy oligarha helyett akár 100 családi gazdálkodó is el tudna élni, sőt olyan életszínvonalon, olyan életminőséget tudna produkálni, ami a gyerekeit is arra sarkalná, hogy tovább vigye és örökítse ezt a fajta vidéki létet, ezt a fajta mezőgazdás felfogást. Éppen ezért jövőre, hogyha kellő mennyiségű ember fogja a mi programunkat eljuttatni a többi magyar emberhez, és még több ember fogja ránk húzni az X-et, akkor nem kérdés, hogy ez a program ez nem 5-10 évek múlva válhat valósággá, hanem már jövőre is el tudjuk kezdeni ennek a megvalósítását. Ezért én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy egy kicsit részletesebben is majd tanulmányozza a mezőgazdasági programunkat, mert az idő szűkös, és sajnos ezt a hatalmas nagy terjedelmi programot ezt nem lehet bemutatni 5-10 percben, ezért akit érdekel, azt majd természetesen kiadott formában nagyon szívesen meg fogjuk ezzel keresni, és el fogjuk neki magyarázni, hogy pontosan milyen terveink vannak, illetve nagyon sok embert látok itt, akik szakmailag is hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a programot összeállítsuk, de végszónak én azt gondolom, hogy a vidéknek a minősége az meghatározza mindig az ország minőségét. Az, hogy a vidéken milyen emberek laknak, az is meghatározza azt, hogy a vidékből mit lehet kihozni. Mi megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a magyar vidékből, a magyar emberekből, mert úgy gondolom, hogy ez a mi hazánk. Ezért megkérek mindenkit, hogy jövőre terjessze ezt a programot, és mondjál minden ismerősének, hogy ha ránk húzza az X-et, ez nem csak programként fog beíródni a magyar történelembe, hanem ezt meg is fogjuk valósítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!